Tolnán már hagyomány, hogy a nagycsaládosokhoz érkezik elsőként a Mikulás. Idén sem volt ez másként. A télapot puttonya tele volt ajándékcsomagokkal, amiket a gyerekek versekkel, énekekkel köszöntek meg. Négyszagas húzta, szárlepítette, gömbölyi zsákját száz fele vitte. Zsák, zsák, tej, zsák, piros alma aranyák. A télapó idén 42 tolnai gyereknek hozott ajándékot a nagycsaládosok ünnepéjén. Bali Emma, Bali László és Bali Gergő. A gyerekek a nevüket hallva azonnal a Mikuláshoz és a Krampuszaikhoz rohantak az édességeket narancsot tartalmazó csomagért. Hideg tél az ő hazája, gyereksereg dallal várja. Az idén nem az iskolások, hanem a nagycsaládosok tolnai egyesületének tagjai adtak műsort. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in, jingle bell time, dancing in, dancing in, jingle bells, in the frosty air. A 4,5 éves Natasa nagyon élvezte a Mikulás ünnepséget. A kedvünkért édesanyjával együtt kibontotta az ajándékcsomagot, és megmutatta, mennyi mindent hozott a télapó. A gumicukrot azonnal magához ragadta, és rögtön bepakolta az újonnan kapott tornazsákba. Édesanyja azt mondja, bár ők csak egy éve tagok az egyesületben, Natasa nagymamája már 1999 óta a tolnai nagycsaládosok közé tartozik. Szerintem ez azért nagyon jó, főleg ugye akik nagycsaládos tagok, meg ugye együtt van egy közösség, azért mégis együtt ünneplik a gyerekek a Mikulást, és azért itt ismer mindenki mindenkit. És jó, hogy összehozza az egyesületi tagokat. Ez nagyon jó. Igen. Hogy tetszett a műsor, ami egy kicsit más volt, mint az elmúlt években? Hát szerintem jobb volt, mint az elmúlt években. Főleg a Kamillának az éneklése, az nagyon jó volt, nagyon szépen énekel. De a többiek is nagyon ügyesek voltak, le a kalappal. Ez a legjobban várt ünnepünk, ugyanis a gyerekeknek a Mikulás, még hála Isten, tehát egy nagy valaki, őt nagyon várják, és minden évben csomagot készítünk az egyesület tagjainak, a gyerekeinek, tehát itt ők most ajándékot fognak kapni, műsort adnak, és sikerült elérnünk, hogy ebben az évben a mi gyerekeink adják a műsort, tehát nem kívülről hívtunk meg valaki előadót, hanem a mi magunk, tehát a gyerekek fogják adni a műsort a Mikulásnak. Már jó pár éve hagyományként ez alkalomból köszöntjük az elsősöket is, tehát minden évben a Mikulás ajándékot ad még külön azoknak, akik ebben a tanévben kezdték meg tanulmányaikat az általános iskolában. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete sokat tesz a településért, a közösség egyben tartásáért. Nem csak tehát a három vagy több gyermekes családokat tartjuk egyben, hanem sok pártoló tagunk van, mert sokan mondják azt, hogy szeretnének valahova tartozni, tehát hogy ezt az érzést tudjuk biztosítani, illetve a programjainkon is részeznek, ugyanúgy az ő gyerekeik is most ajándékot kapnak. Tehát a gyermekes családoknak biztos, hogy tehát ez az egyesület az, ami talán a legjobban tudja nyújtani azt, amit egy közösség adhat. A Mikulás a könyvtár után a tolnai kulturális központot vette célba, ahol nem csak a télapó érkezése váltott ki izgatottságot a gyerekekből, hanem a játékok széles tárháza is, amik közül választhattak.